Sziasztok, kedves kisbabák, Red Black vagyok. Folytatódik videó interjú sorozatunk, majd külső helyszínről jelentkezünk, ami nem más, mint a Crash Bar, és annak az apropóján beszélgettünk Kovács Eszterrel. Sziasztok! Hogy ő lett a Crash Bar művészeti vezetője. Egyrészt erről kérdezem, másrészt pedig a jövő héten a Crash Bar szervezésében induló Pride hétről is fogunk beszélgetni egy kicsit, és leszakadt a háttér. Szóval miután megszerettük a hátteret, akkor átadnám a szót Eszternek. Mesélsz egy picit magadról, mivel foglalkozol, mit csinálsz? Elég sok helyen lehetett téged látni, itt a Crashban is egyébként, amikor a tüzes produkciókat csináltál, hogy csöppentél ide? Igen, hát engem általában úgy lehet ismerni, hogy én vagyok a tüzes lány, így ez az, aki... Kezdjük előről. Bár gyerek színészként nőttem fel, de a mai napig nagyon lámpalázás vagyok, de azért megpróbálok értelmesen beszélni. Na, szóval én cirkuszból jövök alapvetően, színházból, és a kettőnek a kombinációját szeretem a legjobban. Igen, és hogyan csöppentem bele ebbe a világba? Nyilván fura egy lányt látni ezen a pozícióban, szerintem ez tök furi. Ez úgy kezdődött, hogy körülbelül 20 évvel ezelőtt a művészmoziban dolgoztam, és akkor játszották a Priscilla, vagy a Sivatag királynőnek kalandjai című filmjét, amit én megnéztem, és egy sorsom megpecsételődött. Úgyhogy akkor én teljesen beleszerettem ebbe a drag kultúrába, minden nap megnéztem ezt a filmet, emlékszem, és onnantól kezdve elkezdtem járni klubokba, műsorokat nézni, és így ilyen mániákus szinten szeretem ezt a műfajt. Én azt gondolom, hogy két olyan műfaj van, amit nagyon sokra becsülök, az egyik ugye a cirkusz, mert a cirkusz az számomra így a lehetetlennek a művészete. Tehát olyan dolgokat látsz, ami lehetetlen, fizikai erő, ügyesség, ilyen hihetetlen skillek és hihetetlen teljesítmények, úgyhogy nekem ezért a cirkusz a kedvencem, mert nem csak valami szépet látsz, hanem valami hihetetlent vagy elképesztőt. És a már érdekes módon a drag, ez nálam ugyanolyan erős, mert azt gondolom, hogy egy ilyen összművészeti műfaj, és amiért a drag előadókat nagyon csodálom, mert ilyen nagyon sok skillhez kell érteniük, tehát jó ízlés, sminkelni, ruha, koreográfia, mozgás, ezt mind képviselni kell. És ez szerintem fantasztikus, mert általában az emberek ilyen egyszkillesek, és ez nagyon-nagyon ritka, hogy valaki több dologban is nagyon erős. Úgyhogy ezért nagyon becsülöm. Tehát az ember azt gondolja, hogy ja, csak valaki beöltözik, felvesz valami kis fizét, turizott ruhát, és akkor eltátok egy számot, ez nem egy művészet. De azt gondolom, hogy ezt ilyen nagyon magas szintre lefejlesztették már, és ez egy azt gondolom, cirkusszal vetekedő műfaj számomra. Sőt, vannak ugye ilyen cirkuszos kombinációkat ismerünk, ugye láttunk már dreget például ugye levegőakrobatikázni, gólyalábazni, tűzsonglőrködni, zsonglőrködni, úgyhogy ezt még lehet durvítani, hogy ezt ugye összekombináljuk. És nekem például az egyik nagy, ilyen álmom vagy vágyam, amin már amúgy dolgozom, és ez amúgy itt már kezd megszületni, pont ezt a két műfajt kombinálni, a cirkuszt. Mert ugye most nagyon-nagyon sok drag műsor van a városban. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon magas szinten van ez a művészeti ág Budapesten. Én nagyon csodálom a helyi művészeket. A feltörekvő újak is nagyon jók. Tehát ugye van például a Drag Live műsor, ahol így pár hét alatt annyira látványosan fejlődtek a szereplők. Ez számomra ilyen fantasztikus. Szeretném elmondani a nemzetközi tapasztalataimat, mert így egész, mert mindig így le vagyok szúrva a családom részéről, mindig netezek, de igazából ezt követem a trendeket. Tehát így figyelem ugye a világban így, hogy merre megy a drag. Hát végtelen mennyiségű drag ismerősöm van. Londonból, Liverpool, Berlin, Bécset nagyon szeretem. Olaszország, tehát nagyon sok Kanári-szigetek. Úgyhogy egyrészt szeretném majd ezeket az embereket ide hívni. Mert azt gondolom, hogy ők egy ilyen, nem tudom, ez a vonal még Magyarországon annyira nem ismert, de azért tudnának sok újat mutatni. Úgyhogy mindenképp szeretnék egy ilyen nemzetközi irányba elmenni, és ők a barátaim, tehát nekem nagyon olcsón, tehát hogy ez egy reális terv. Azt mondja, gyertek nyaralni Budapestre, nálam laknak ingyen, és akkor így, tehát hogy ez reális. Főleg ugye Bécs, már épül a Budapest-Bécs tengely, ezt évek óta mondom. Úgyhogy már onnan jönnek fixen, de Amsterdamból is fogunk hozni DJ-t, sok draget fogok hozni szerintem Londonból, úgyhogy rájuk, hogy mindenképp érdemes lesz jönni, mert egy ilyen új különleges vonalat képviselnek. A cél az egy ilyen nagy cirkusz színházi drag műsor, egy ilyen egész estés, rendesen, levegőakrobatikával, mindenféle ilyen nagy színházi körülmények között, de ez már itt is működik ezen a helyen. Tehát az a show, amiket itt csinálunk, az annyiban ilyen különleges,
hogy nem csak dregeket lehet látni, hanem artistákat, dzsunglőrt, rúdtáncost, akrobatát, illetve táncosokat is. Nekem nagyon-nagyon tetszik a magas sarkus tánc. A másik, amikor amilyen sorsfordító élmény volt, amikor a kazakitól láttam egy videót, és nekem táncban ők a top. Tehát mind keresem érten. Nagyon szeretek táncolni, és elmentem egy csomó mindent kipróbált. Ez se jó, ez se áll jól, ezt élvezem annyira. Megláttam a kazakit, és azt mondtam, hogy na, ez az én stílusom. Úgyhogy akkor ki is találtam, hogy akkor én ezt akarom tanulni. Ez nagyon régen volt, és akkor például a Vogue táncról még nem hallott itt senki Magyarországon. Egyetlen egy módon talán Madonnának ugye a Vogue videóját azért így illik ismerni. És akkor nagy nehezen kinyomoztam, hogy ezt a stílust Vogue táncnak hívják, és nagy nehezen találtam egy fiút, aki tanít, de ő is külföldön tanult, mert ugye akkor még nem volt Vogue. Szerencsére most már pár éve ugye Daniel Mirante is csinálta vele riportot, ő importálta, és nem csak hogy importálta, de tanítja is, és nem csak a táncot tanítja, hanem ugye ennek egy ilyen hatalmas-hatalmas kultúrája van, a ballroom szín, tehát ehhez tartozik ugye ilyen bálok, ahol, ami egy táncverseny, de amiért nagyon-nagyon szeretem, az nem is csak hogy táncverseny, hanem tematikus, mindig van valami tematika. És ez még Magyarországon gyerekcipőben jár, de én Berlinben voltam olyan ilyen bollon, hogy úristen, ráadásul nagyon jó volt a tematika, vagy Black Magic, az volt a tematika. És ilyen volt, mintha egy ilyen Mester és Margarita jelenetben lennék, színházteremben, és fantasztikus kosztümök, szóval elképesztően kreatív. És ez egy, bocsánat, csak hogy ez egy összetartó, tehát hogy ez egy ilyen zárt világ, ami egy éles stílus is, nem csak egy ilyen művészeti ág. Azokat, amiket most mind elmondtál, ezeket a műfajokat, elemeket, műsorelemeket, vagy komplet show-t, az gyakorlatilag szeretnél itt rendszeressé tenni, mint művészeti vezető? De ez a célod? Mert amikor a célt emlegetted, akkor sok mindent mondtál egyszerre. Na most én elég sok, én nagyon szeretem a művészetet, de nem csak az előadó művészetet, hanem a vizuális művészetet, színházat, filmet, és azt tettem észre, és azért is vagyok benne ebben a queer, meg meleg világban, annak ellenére, hogy egy lány vagyok. Mert azt vettem észre, hogy a meleg művészekben mindig valami kis titkos összetevő. Tehát nagyon sok kiemelkedő jó minőségű művész meleg. Nem tudom, hogy hol van a titok, és nagyon-nagyon sok művészeti ágban megállják a helyüket. Divat, film, előadó művészet, ének, tánc. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nem csak a drag van, mint művészeti ág, hanem van rengeteg-rengeteg minden, ugye, amiket most felsoroltam, és nekem az az álmom és az a vágyom, hogy ezt a meleg hogy ezzel a kulturális lészre is egy kicsit törődni, akár filmklubok, előadások, tánc, lesz majd amúgy például Vogue workshop is nálunk, vagy Vogue táncversenyek, vagy bemutatók, tehát hogy ezeket az egyéb művészeti ágakat is megismertessük. Tehát ezeket mindössze szeretnék csatornázni ide a Crashba, amiből azt hallom, hogy azt érzékelem, hogy azt deriválom, hogy egyfajta ilyen művészeti hub, vagy művészeti, sokféle művészeti központtá szeretnéd varázsolni, jól értem? Én nagyon szeretném ezt, igen. Amúgy én is előadok, meg fellépő vagyok, én annyira nem szeretek fellépni, mert elképesztően lámpalázas vagyok, tehát nem élvezem a fellépést, hanem halálosan rettegek közben, viszont tényleg. Viszont ami miatt szeretem, és ami miatt viszont függője vagyok, az a közönségtől jövő energia és szeretet, tehát azt szerintem ilyen semmihez nem fogható élmény. Amit én azt gondolom, hogy én inkább ilyen rendező típus vagyok, hogy amit nagyon élvezek, hogy műsor kitalálni, kik lépjenek fel, mi legyen a sorrend, milyen zene legyen, tehát hogy az egész, tehát nem csak random összepakolni számokat, egymás után, hogy igen, hogy legyen egy íve, ami a számok akkor elősítik egymást. De azt gondolom, hogy így jó. Mikor lehet látni ennek a koprodukciónak az első fecskéjét? Van erről információ már? Igen, hát ugye jövő héten indul a Pride Week, ahol lesz egy csomó műsor, és a szombati show az már egy ilyen mix művészeti show lesz, amiben lesznek mindenféle egyéb produkciók. Tehát 22-e szombat ez. Ha már Pride-et emlegetted, hogy csöppentél ennek a szervezésében, illetve ennek a szervezésében is részt veszel-e? Igen. Ez ilyen hihetetlen módon eszkalálódott, tehát így bejöttem Istvánnal beszélni, ugye a tulajdonossal, és igazából én csak azt gondoltam, hogy legyen szombaton egy show, legyen pénteken egy Vogue est, és aztán azt hittem, hogy két nappal később
nem tudom, ez majd 200 program. Tehát valami elképesztő, de minden, és így nem alszunk, éjjel csináljuk a flyert, én szöveget írok, grafikussal egyeztetek, napok óta nem alszunk, és érdekes, stafétában alszunk, amúgy én összeomlok, akkor ő fölébred, átveszi, ezt toljuk most már 3 napja. És akkor egy kicsit az együtt töltött, ébren töltött, gyorsan egyeztetünk, az egyik így, a másik így, és akkor így csináljuk, és most végre összeállt ma, mai nappal. Ennek van egy honlapja, a crashbudapest.hu/Pride Week. Igen. És ott lehet látni azt a rengeteg programot, amit arra hétre szerveznek a szervezők, és például ennek a része az is, hogy ez a hét, ez kedden nyílik meg, ugye? Jövő kedden. Azt pont én fogom megnyitni, úgyhogy remélem, hogy mindenki itt lesz, nagyon várlak benneteket, igen, szíveskedjetek ide eljönni. Neked ez miért fontos, hogy ezt csináld? Hogy miért fontos, hogy itt legyen egy komplett kerek önálló szervezett Pride-t? Vagy miért fontos a Crashnek, hogy legyen egy ilyen? Én azt gondolom, hogy ez egy fontos esemény. Ugye idén ugye a vírus miatt is kicsit bonyolult ez az esemény. És én ezt picit úgy is élem meg, mint a Crashnak egy ilyen nyitó hétvégéjét. Hogy ez egy kitűnő alkalom, hogy akkor így megismerjék az emberek ezt a helyet, megismerjék ezt az új művészet irányt. És én azt gondolom, hogy ez egy ilyen újjászületés buli. Mit vársz mondjuk ettől a közös produkciótól mondjuk egy év múlva? Én a cirkuszban is, nekem van egy társulatom, nagyon sok rendezvényt szervezek. Én nagyon-nagyon szeretek társulatban dolgozni. Szólóban is jó, mert az ember nem kell alkalmazkodni senkihez, nem kell várni senkire, de én azt gondolom, hogy egy csoport energia az valami fantasztikusan jó dolog, amikor emberek együtt alkotnak, és most már így megtaláltam ezt a közeget, tehát nagyon kialakult. Nálam a cirkuszban is úgy működik, hogy van egy ilyen úgymond kemény mag, de nagyon szeretek külsősökkel dolgozni. Tehát én azt csinálom inkább, hogyha van egy esemény, tehát nem mindig az fix embereimet hiszem oda, hanem megnézem, hogy milyen a tematika, milyen az a hangulata, és ahhoz választom a megfelelő előadókat. És ez szerintem sokkal jobban működik. Kiemelsz esetleg egy olyan programot a Pride Week-nek a programjából, ami neked személyes kedvenced? Ugye a dragben szerintem a legcsodálatosabb ugye a sminkek, és az ember nem gondolná, hogy ez milyen brutálisan nehéz. Én Berlinben elmentem egy drag queen make-up workshopra, szembesültem azzal, hogy Uram, Isten, tehát én nem tudom, lehet, mennyi szemöldököm van, én már se tudtam megcsinálni, és respekt. Tényleg ez, szóval engem lenyűgöz ez, és kitaláltunk egy ilyen programot, amilyen az a neve, hogy Drag Beauty Labor, ahol majd élőben lehet egy ilyen sminkelést végignézni, utána pedig a fellépő fel is fog lépni, vagy a sminkes fel fog lépni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy lesz egy modell, akit egyébként sorsolásra fogunk kiválasztani, úgyhogy jelentkezzetek. És őt fogja az első alkalommal Daniella kisminkelni. Mesélsz a Pride hétnek a praktikus oldaláról? Tehát például ingyenesek a programok, mikor lehet érkezni, hol lehet regisztrálni, kell-e regisztrálni, mik a praktikus tudnivalók? 4-kor nyitunk minden nap, és most az újdonság, hogy lesznek ugye ételek, italok, ilyen szendvicsek, sütik. Tehát itt lehet jönni kávézni, meg kicsit chill-outolni délután. Utána lesz általában valami ilyen kulturális program, előadás, vagy valami bemutató, vagy te fogsz például beszélni egy csomószor. Aztán ugye lesz showtime, vagy lesz Vogue tánc bemutató, és utána minden nap lesz buli, reggeli. A programok ingyenesek, kivéve a show nightot szombaton, és a Vogue nightot. Ebből a sok mindenben, amit elmondtál, kirajzolódik egy koncepció, ami a Crashet fogja jellemezni. De te, vagy ti, hova lövitek be a Crashet a budapesti klubpalettán? Vagy mi a cél? Vagy mit gondoltok erről? Mi a Crashetnek a pozíciója? Én azt gondolom, hogy van egy ilyen hiányzó láncszem, vagy egy ilyen űr, amit szeretnénk kitölteni. Ez például a délutáni kávézó. Tehát napja csak be lehessen ülni, találkozni a barátokkal. Vagy én például imádok office workolni, mert otthon nem tudok már, vagy bealszom, vagy valami a cica zavart, tehát nem tudok, úgyhogy én szeretek ilyen helyeket például dolgozni, arra is jó, de találkozni emberekkel, ez nem egy éjszakai klub, tehát szerintem ez nem az a klub, ahol így hajnali hatig iszol és táncolsz, hanem inkább ilyen előtte, tehát innen mész tovább majd a többi helyre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi nem konkurencia vagyunk, hanem inkább ilyen kiegészítő pozíció, ugye a többi hely szempontjából. És ezt fontosnak is tartom. De azért maradjak a táncol, mert tök jól lesz a DJ. Igen, és akkor vannak ilyen programok, például body art, tehát lesz majd itt edzés, meg ilyen tök jó ilyen programok, amikre majd érdemes lesz jönni. Rúdtánc is lesz. Igen, úgyhogy mi inkább ilyesmiket szeretnénk képviselni. Én azt gondolom, egyébként úgy lesz az időzítés, hogy most ugye lemegy a Pride Week,
Utána jön ugye szeptember, ami egy ilyen újrakezdő, tehát szezonnyitó. Úgyhogy minden, lesz egy csomó ilyen brand vagy program, például lesz leszbikusoknak szóló lánynap, aminek egy nagy, és már tudom is mondani a dátum, szeptember 4, péntek, ahol például pont Bécsből fog jönni egy drag táncos lány, és lesz egy rúd táncos lány fellépünk, úgyhogy egy ilyen grand opening, és minden ilyen új brandnek, vagy új programnak lenne egy ilyen nagy nyitóbulia, ilyen speciális, nagyobb actekkel szeptembertől. Tehát az a lényeg, hogy végül is itt el lehet tölteni az egész napot, mert ugye itt lehet dolgozni, tanulni, barátokkal találkozni egész nap, utána itt lehet maradni, megnézni az előadást, és aztán itt lehet maradni táncolni, mert amúgy mi is azon dolgozunk, hogy jó DJ-k legyenek, és egy ilyen modern elektros tánc. Szerintem ez lesz a mi irányunk. Akkor lesz még ugye a Pride Week egész ideje alatt tombola, sőt már amúgy holnaptól nyitvatartási időben már lehet venni tombolát, mindössze 500 forintért, hihetetlen értékes nyereményekért, aminek a fő díja egy Kanári-szigeteki utazás, kétfős, egy hetes. Úgyhogy szerintem mindenképp érdemes lesz tombolát venni. Várunk benneteket szeretettel minden nap a Pride hetében, én minden nap itt leszek, és nagyon köszönöm a Crash Barnak, hogy feltért arra, hogy nyissa meg ezt a hetet, nagyon megtisztelő. Én minden nap itt leszek, velem minden nap találkozhattok, és gyertek el a színes, változatos programokra, amikről a crashbudapest.hu/Pride Week honlapon tájékozódhattok, vagy pedig a Crash Barnak a Facebook oldalán. Köszönöm, hogy ezeket mind elmesélted. Én is köszönöm, és várunk titeket. Várunk benneteket szeretettel. Sziasztok! Sziasztok!